Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 4-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő tervei, mi foglalkoztatja őt, milyen gondolatok. Erre megadja a választ ez a felső kártya. Itt betegségről van szó. Az lehet, hogy ő most betegeskedik. Előfordulhat az is, hogy benne van egy bizonyos helyzetben, ahol ő nem érzi jól magát. Előfordulhat az is, hogy valaki beteg a családban. Viszont, amit én gondolok, hogy ez összefügg ezzel a koronavírussal, és ez foglalkoztatja őt. Mikor ér ez véget? Erre utal a 10-es szám, mert az egy új kezdet lenne. A második kérdés pedig az, milyenek az ő érzelmei. Erre a hold adja meg a választ. Ez lehet egy anyai téma is, pont most anyák napján, holott Magyarországon és itt Spanyolországban is ma, tehát 3-án van anyák napja, most, hogy ezt a videót készítem. Németországban ez május 10-én lesz. De visszatérve az ő érzelmeire. Ez tényleg lehet az, hogy ő az édesanyjára gondol. Viszont a hold mutatja az érzelmeit, a vágyait és a reményeit. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányatokba. Ez a szerelmes pár megadja rá a választ, nem kell ezt részletesen elmondanom, a kép magáról beszél, ő szerelemmel, szeretettel, nyitottsággal közeledik hozzátok. A napi energiát ezek a madarak mutatják, és az szimbolizál beszélgetéseket. Ez a három kérdőjeles jóslás, ez egy olyan általános jóslás. De megvan arra a lehetőség, hogy ezt a jóslást, mint egy személyes jóslást megrendeljétek nálam. A díjam 3500 forint, asztrológia kiegészítéssel 8500 forint. Örülök, ha megbíztok bennem és hozzám fordultok. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!